Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Vendégem Nemes Nagy Tündel, Vakok és Gyengénlátók megyei, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke. Szia Tünde! Ja. Január elején szinte már visszatérő vendége vagy a Weekendnek, és mindig arról beszélgetünk, hogy január 4-én van egy fontos, számotokra is nagyon fontos dátum. Mi is ez? Január 4-én Louis Braille-nek van a születésnapja, aki tulajdonképpen látássérültek egyfajta alternatív kommunikációs jelrendszerének, a Braille írásnak a feltalálója. Nagyon sok mindent hoztál ismét nekünk. A Braille írásnak, vagy ABC-nek az alapja ugye a pontozás, és hogy ezt jobban tudjuk szemléltetni, hoztál nekünk egy hatos kis tojástartót, narancssárga pingponglabdákkal. Így van. Próbáld meg nekem elmesélni, illetve a nézőknek is, hogy hogyan működik ez az írás. Ez úgy működik, hogy 6 pont az alap. A 6 pont az csak kevesebb lehet, de több nem. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, ebből a 6 pontból adódnak ki a tulajdonképpen a magyar Braille ABC betűi, nem is betűi, hanem karakterei, illetve az ehhez tartozó írásjelek, a számjel és a nagybetűjel. Az A, A, B, C, tehát mondjuk az első, vagy A, B, C, nézzük így, gondolom ti is így nézitek legelőször. Jól gondolom, hogy ilyen egyszerűen esetleg az A mondjuk 1 pont, a B az 2, a C igen, már 3. Például az A, az az 1-es pont a bal felső sarokban, az A is 1-es, csak az majd önállóan a jobb felső sarokban. Aha. A K betű, az például 1-es, 3-as, az L betű az 1-es, 2-es, 3-as, és az annyiban különbözik a látó ABC-tén, a látók által írott betűtől, hogy nálunk nincsenek két tagú betűk, mint a látóéknál van az S betű, az SZ-ből írjátok le. Nálunk erre csak egy tagú karakter van, aminek a pontszáma 1-es, 5-ös, 6-os. Most elvettem az asztalról, hoztál nekünk egy ilyen írásjeleket tartalmazó könyvet. Nem tudom, hogy igen, eléggé fehér és eléggé ég a képen, majd a kollégák megpróbálnak rá közelíteni, hogy ez hogyan is néz ki. Mennyire kell amúgy finom mozdulatokat elsajátítani, vagy éppen az új begyeknek a finomsága, hogyan alakulhat ki, tehát hogy tényleg így nekem ez annyira furcsa, én nem érezném ki ezeket a betűket, vagy jeleket. Ezt úgy tudnám a legjobban szemléltetni, hogyha elkérném ezt a kiadványt. Már is odaadom egy pillanat, és akkor megnézzük, mert ugye én csak arra tudok gondolni, hogy nekem nem annyira érzékeny az új vegyem szerintem, hogy én egyből tudnám felismerni a betűket, még hogyha meg is jegyzem, hogy melyik ugye milyen pontnál van. Igen, az embere válogatja. Például én gyerekkoromban tanultam meg a vakírást, kiskoromban, a vakok iskolájában. Én a két mutató ujjam új begyével olvasok tulajdonképpen. Hoztam ugyanezt a kiadványt csak látóírásban, nagybetű síkírásban, az meg ha kinyitod, akkor nagyobb pont lesz. A tartalomjegyzéket ne olvassuk, igen? Igen, olvassuk azt, hogy kávékóstolás felső fokon. Igen. Azt az írást. Megvan. Pillanat, én is megkeresem. Kávékóstolás felsőfokon. Létrejött, a Csívó pályázatára beküldött röpke történetemet díjazták ezzel a kávékóstolóval. Megbeszéltük a részleteket, így került sor június 15-én egy profi barista által tartott kávékóstolóra a Hermina úton, a VGK-e ügyfélszolgálatán. Hihetetlen, én nem biztos, hogy el tudnám sajátítani. Mi van azokkal a vakokkal és gyengénlátókkal, akik mondjuk nem tudják elsajátítani, vagy azért mindenkinek rááll az agya és a keze erre az olvasásra? Nem, például a cukorbetegeknek, akik minden nap ellenőrzik a vércukrukat, ők nem tudják megtanulni, vagy ha meg tudják tanulni, akkor annyira minimális szinten, hogy a gyógyszeres dobozokat tudják csak kisilabizálni, hogy azért meg tudják különböztetni, hogy milyen gyógyszer. Ilyen sebességgel és ilyen pontossággal csak az a látássérült tudja elsajátítani, aki kiskorban
tanulja meg a vakok iskolájában. De aki nem tudja elsajátítani, neki marad a számítógép a képernyőolvasóval, vagy pedig neki maradnak a hangos könyvek, illetve a gyengéllátóknak a nagybetű síkírása, hogy te is olvastál. Ez a hangos könyv, illetve felolvasó programok számomra hihetetlen, hogy ilyen dolgok is vannak már, és mekkora könnyebbség ez a ti életetekben. És egy apró picike kis szerkentyűben is vannak már ilyen lehetőségek. Gondolok itt mondjuk a te karórádra. Megmutatnád nekünk, hogy ez hogy működik, vagy hogy milyen ez az óra? Igen, ez egy nagyon trendi Braille karóra. Tartsd így, kérlek, mert akkor a kollégák ráközelítettek. Igen, ennek az a sajátosság, hogy angolul elmondja, hogy hány óra van, de ez engem annyira nem szokott érdekelni. Engem mindig az érdekel, hogy Braille-ben is meg tudom nézni. Ki lehet tapintani, igen, ott is vannak. Így van. Engem viszont érdekel, hogy hogy mondja angolul. Meg tudod nekem mutatni? Persze, szépen kultúráltan, női hangon. Remélem lehetett hallani, nem tudom, hogy mennyire volt közel esetleg mondjuk a mikrofonodhoz. Nagyon-nagyon jó dolog az, hogy tényleg a társadalom egyre inkább nyit felétek. Ugye legutóbbi beszélgetésünknél is, mikor hónapokkal ezelőtt vendégem voltál, akkor is elmondtuk, hogy például már ilyen mini makett jelleggel készültek például szobrok is nektek, hogy ki tudjátok tapintani esetleg, hogy hogyan néz ki mondjuk Nyíregyházán a belvárosi katolikus templom, és így tovább. Mi az, ami számotokra megkönnyíti esetleg a közlekedést, a mindennapokat, és főleg itt mondjuk az emberekre gondolok, merünk egyáltalán odalépni hozzátok, segítséget nyújtani, vagy még mindig háttérbe szorulnak így az emberek a segítés terén? Hogy látod? Úgy látom, hogy egyre több esélyórát érzékenyítő és szemléletformáló foglalkozást tartunk, legyen ez egy általános iskolába, vagy egy középiskolába, vagy akár a főiskolákon, egyetemeken, illetve olyan rendezvényeken vagy munkáltatóknál, ahol meghívnak bennünket, vagy pedig nagyon sokan bejönnek hozzánk egy-egy felolvasó napra, a hangos könyvek készülnek, kíváncsiak ránk, nyitottak ránk, és mi elmondjuk, hogy hogyan kell nekünk segíteni, és akkor előfordul, hogy az utcán is találkozunk, és oda jönnek, megismernek, megkérdezik, hogy akkor jól tanultam, hogy meg kell önt finoman érinteni, az ön karját, el kell mondani, hogy köszönni kell, be kell mutatkozni, esetleg megkérdezni, hogy hová szeretne menni, jobbra forduljunk, balra, hová kísérjük, vagy át a lámpához. Én azt gondolom, hogy most már egyre nyitottabbak felénk az emberek, mi pedig egyre jobban megpróbálunk megbízni az emberekben. Én köszönöm szépen, Tünde, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és már a nézőknek egy kis kulisszatitkot elárulhatok, remélem nem veszed zokon. Az előző vendégünk volt még ugye a műsor első részében, a Diamond zenekaros Csé Nagy Zoli, aki felismerte a tévéből Tündét, igen, és egyből csak mondta, és mondta, és mondta, és mondta, úgyhogy az ilyen beszélgetések is lényegében a nézőknek, nekünk is jó, hogy egymást és egymás világát jobban megértsük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Ma még minden az év elsőjének számít, többek között a kreatív műhely is. Barta Bence után Fehér Attila kollégánk is megmutatja, hogy mit tud, vagy éppen mit nem tud. Köszöntöm Önöket, ez a Kreatív Műhely első újévi adása. Az új évet Bence búcsúztatta, egy sziporkázó műsorban mutatta meg, hogy milyen kézügyessége is van. Hát azt hiszem, hogy a műsor történetében ez a mostani lesz a mélypont velem, de hogy ez a mélypont ne olyan hamar következzen be, itt van velem szokás szerint Veronika. Üdvözöllek téged is, és arra kérlek, hogy mondd el, hogy mit fogunk ma készíteni. Hát neked külön készültem, Attila, úgyhogy határidőnaplót fogunk készíteni. Szétszornak tűnök? Nem a szétszortságod miatt, ez most egy picit nehezebb lesz, mint az eddigiek, vagy egy kicsit mással fogunk dolgozni, egy picit más alapanyagokkal fogunk dolgozni, mint eddig. Lesz benne olyan is, amit eddig használtunk. Itt voltál mindegyiken, úgyhogy az már neked profi fog menni. Én távolról figyeltem, és örültem neki, hogy nem én vagyok az áldozat. De most sorra kerültél. Mit fogunk ebből készíteni? Határidőnapló lesz. Ez egy hagyományos határidőnapló. Ez egy határidőnapló. Annyi a különbség, hogy ezt lehet dekupázsolni. Tehát olyan a fedele. Tehát jegyzet és minden egyébre alkalmas. Ezt fogjuk
alapozni, szokás szerint, mindennek okay. Az alapja az alap. Kezdjük, úgyhogy már összekoszolnám magam. Jó. Vivi is így kezdte, aztán nézek, most meg ti jöztök sorba. Úgyhogy, amit használunk, előbb elmondom, hogy mit fogunk használni, tehát dekupázsragaszt, alapozó, dekupázsragasztó, risszalvéta, és vaspasztát fogunk a szélére kenni. Vaspaszta. Mivel igen? Kenjük el a vaspasztát? Spatulával, fém spatulával, vagy festőkéssel. Jaj, látom. Igen, ezzel nem piszkálom majd, ha odaértünk. Fém spatulával fogunk dolgozni. Egy festőkésnek is hívják. Jó? És utána pedig viaszpasztával, ezzel a Bencével már ismerkedtünk a viaszpasztá egy formájában. Igen, igen. Ezt pedig most a vaspasztára fogjuk kenni, jó, majd ezzel okay. Fogjuk díszíteni, dekorálni. Kezdjünk. Csak akkor én szerintem. Én viaszoltam, neki. Hogy te viaszoltam, én vasat kenek szét azért. Szóval. Jó, akkor kezdjünk hozzá. Tehát először igen. Is alapozó festék. Melyikkel kenem? Bármelyik ecsettel kenheted. Hogy milyen vastagon vagy? Nem kell nagyon vastagolni, erre fogunk dekupázsolni. Ezt is ilyen nagy mozdulatokkal? Széles mozdulatokkal, széles igen. Így? Úgy, igen, kend végig. Ki akartam próbálni, hogy olyan szélesen kenni. Jó, így és jó? Aztán jó lesz, nem kell nagyon kell. Sok festékre. Egyenletesen, hogy mindenhol fedjen. Tehát miért is alapozunk most? Mert erre a naplóra nem kell annyi festékre kevesebbet kenjen, mert akkor hajszárítóznunk kell majd, mert nehezen fog száradni. Más a színe, hogyha egy sárgás alapra rakjuk rá ezt a risszalvétát. Ez egy nagyon-nagyon vékony, kibontom, és akkor megnézzük, hogy milyen risszalvéta. Tehát, hogyha egy sárgás alapra kenjük rá, vagy rakjuk rá, ragasztjuk rá, akkor teljesen megváltozik a színe. Nem adja vissza az eredeti színét, és ezért szoktunk alapozni. Igen. Ebből vágtam ki, már előre dolgoztam, tehát vágtam ki neked a naplóra illő darabot. Méretet, ami rámegy pont. Ami pont rámegy. Tehát, hogyha ezt egy ilyen sárga alapra rakjuk, akkor teljesen jó, más lesz a színe, mint hogyha egy fehér alapot adunk neki. Tehát ezért célszerű előtte alapozni, hogyha azokat a színeket akarjuk viszont igen, látni, ami az eredeti. Felében milyen. Közben én kérdezem, hogy a többi oldalát is kenjem össze, vagy egyelőre hagyjuk így? Ezt egyelőre megszárítjuk, jó. És akkor minden oldalát le kell okay. Festeni, le kell alapozni. Most, hogy már lealapoztuk minden oldalát és megszárítottuk, akkor most ragasszuk rá a risszalvétát. Én kivágtam előre méretre neked. Én ezt az órás mintát, igen, ezt az órás mintát választottam, ez picit nekem igen, férfiasabb. A határidő naplóhoz meg a színe is egy picit nekem férfiasabb, jobban élik majd hozzád. De várjál, ez nem éri át az egészet? Nem, ja, oda fogjuk majd a vaspasztát igen. Kenni, igen. Arra kérlek, hogy úgy rakd rá a papírt, igen. Hogy a széleit majd egy picit be fogjuk itt hajtani, tehát hogy ezt a részt ide ragasztjuk rá, mint egy, igen, jó. És ezt a részt is ide szépen be fogjuk majd hajtani. Jó? Okay. Akkor a dekupázs ragasztót én azt javaslom, hogy úgy kent fel, hogy egy picit felhajtod a papírt, és alá kened. Széles mozdulatokkal. Itt már nem kell a széles. Nem lényeg, hogy mennyire széles. Egy a lényeg, hogy ne sok ragasztót kenjél alá, mert ugye a napló teteje az papír, az ne áztassuk teljesen szét, okay. És ami benne maradt, az pedig a tetejét lehajtod, és szépen lekened vele. Na lássuk, tessék! Egyébként neked volt naplód, ilyen lánynaplód? Ilyen lánynaplóm? Hát nem ilyen, ki, melyik lánynak nem volt, mindenkinek volt szerintem. A nagy szerelmek rögtön belekerültek. A fényképek és a... Jaj, vajon hány naplóban lehetett a nevem? Na hát ezt én nem tudhatom, ezt csak te tudhatod. Azt mondd már el nekem, légy szíves, hogy az okostelefonok idejében mennyire van jelentősége egy ilyen naplónak, mennyire keresett egyáltalán, vagy kik azok, akik... Látod, én például, tehát akármennyire okos a telefonom, szeretem jegyzetelni, leírni, tehát hogyha valahol vagyok valamilyen megbeszélésen, akkor én szeretek belefirkálgatni az napiba, ilyen kis emlékeztetőket, feljegyzéseket készítek, mert egy megbeszélésen tök kellemetlen a telefonodat írogatni. Igen, mondjuk annak lehet egy félreérthető. Igen, úgyhogy ez nem annyira célszerű. Egy naplóban azért még mindig szerintem ez így igen, hogy konszolidált. Igen, fákat rajzolsz, meg kis kockákat is. azokat nem szoktam, de hogyha valami fontos gondolatom van, akkor ezt le szoktam írni aznapra, hogy
el ne felejtsen. Na akkor a várva várt vaspaszta. Igen. Ezt most először ecsettel felkenjük. Ez egy kicsit gyürkőzzön. Bármilyen ecset jó hozzá. Ez egy ilyen sötét, háromféle színben van, egy csillogó színben, egy barna színben és egy ilyen fekete színben. Nem éreztem különösebb illata lenne. Hát, semmilyen festék illata van inkább. Tehát egy festék alapban van bele. Majd, hogyha megszárad, akkor keményszik meg. Aha. Tehát akkor viszont kemény lesz. Jó, hova kenjük ezt? Jó. Itt a napló szélét, tehát amit kihagytunk. Ugye ez azért is jó, mert itt hajtogatjuk a könyvet. És tartósabb lesz. Tehát ezt itt szeretném, hogyha lekennéd. Úgyhogy itt a szélén, azt javaslom neked, hogy a szélén kezd, és aztán pedig így végig, és ha megfogod, és végig mindenhol, a gerincét mindenhol végig kened, és itt nagyon óvatosan itt is ezt a részt is. Jó, azt hagyom a végére. Így van. Ezt a vasport rá lehet kenni másra is? Igen, toltartóra szoktuk mi. De úgy értem, hogy papírra, fára, különböző anyagokra? Papírra, fára, bármilyen anyagra lehet. Fémre is lehet. Fémre a vasat? Fémre is lehet a vasat kenni. Meg kicsit az úgy furcsa. Arra is lehet, üvegre is bármire lehet kenni. Na, az üveg az izgalmas lehet. Ez egy műanyag stencil, egy vastag stencil, és ettől lesz egy kicsit... Tehát ott ki fog dolgozni. Igen, a magassága. Én ezt a mintát választottam hozzá, én azt gondolom, hogy ez illik a legjobban. Itt te szárítasz, én előkészítem a dekorációt rá. Ez egy lenzsinór. Tehát bekented a végét hobbira. Igen, hogy ne foszoljon szét a széle. Uh-huh. És akkor megnézzük, hogy akkora nagy zsinort vágunk le. Tehát én azt gondoltam, hogy itt a széleket látod, ezzel így el lehet akkor szépen tüntetni. És kétszer igaz, tehát a hátulját is. Igen, a hátuljára is. Mivel ez ilyen bronzos egy kicsit, én ezt a bronz pasztát választottam hozzá. Igen, és ez is menni fog a névtáblához. A névtáblához, de hogyha nem megy, akkor a névtáblát is át lehet vele egy picit kenni. Ezzel is azzal olyan színe, tehát ilyen bronzos színe lesz. Jó? Melyik ecsettel? Nem ecsettel, ezt most úgy, ahogy Bence, a kezével. Igen, a kezével kente. Ez nagyon-nagyon fontos. Nekem ragasztós a kezem, mindjárt le. Ez a narancs ízű? Na, ízű azt nem tudom, de az illata az biztos, hogy narancsos. Kóstolni nem kóstoltam. Egy picit az ujjat hegyére veszem, és aztán lehúzod a üvegnek a szélén. Nem lehet visszaszedni, azért mondom. Látod, milyen szépen megy de hozzám. Jó, azt igen. Nem lehet visszaszedni, tehát ne rakjál rá túl sokat. Akkor ezzel készen is vagyunk? Képzeld, elkészültük. Remélem, hogy mindenkinek annyira tetszik, mint nekem, és mint az összes eddigi terméket, ezt is kisorsoljuk majd. Tessék nézni minket! Kártya, gömb, tenyér, aura, és még sorolhatnám, rengeteg mindenből tudnak jósolni manapság, meg hát évszázadokkal ezelőtt is. A kérdés az már az, hogy hiszünk-e benne vagy sem, de ezt mindenki eldönti magában. Mi most meghívtuk kolléganőnket, Bón Borit, aki hosszú évek óta foglalkozik többek között sorselemzéssel és jóslással is. Szia, Bori! Szia, üdvözlöm a kedves nézőket is! Hát a mai nap az év legjobb napja, nem? Hát reméljük, azt mondják, hogy ami ilyenkor történik velünk, az alapjában meghatározhatja az egész évünket. Remélem, hogy csuda jó dolgok történtek és történnek majd mindenkivel, veled is, és hát a nézőkkel is. Évelején
mire hívnád fel a figyelmünket? Mire kell általánosságban odafigyelnünk majd 2016-ban, már ha lehet egyáltalán így általánosítani? Persze, hát pont, hogy csak általánosítani tudunk, hiszen a személyre szóló, hát nagyon jó lenne, ha én most azt mondanám, hogy mindenkinek hű, de nagyon jó lesz, és akkor a Földön élő összes embernek milyen nagyon jó lesz, kívánom, hogy így legyen, de sajnos ez nem így működik. A 2016 az 9-es év, ugye, mert a számmisztika szerint össze kell adni 2, meg 0, meg 1, meg 6. Tehát elvileg ez egy nagyon jó év lesz. Egyébként is a 9-est, a héber számmisztika az Isten számának tartotta, mert hogyha megnézzük, hogy a 9-et önmagával akárhányszor megszorozzuk, és ugye a számmisztika az egyegyűségre törekszik, tehát ha összeadjuk az eredménynek a számjegyeit, tehát 18, 27, 30, mindig 9-et kapunk, de ezt megcsinálhatjuk a 9-el 3624-szer is. Eredmény mindig 9. Ezért a héber számmisztika ezt a számot Isten számának tartotta, és nem is rendelte hozzá egyetlen betűhöz sem, mert ugye így dolgozik a számmisztika. A 9-es az egy ilyen beteljesülés, célba érés, stb. De hát erre azt mondom, hogy ugye azon is vitatkozunk, hogy hányat írunk. Akinek tetszik, induljon el ezen a vonalon. De egyébként a csillagok elég vegyeseket ígérnek nekünk. Jó lesz, hogyha vigyázunk egy kicsit jobban az egészségünkre, mert az elkövetkezendő időben általában sérülékenyebbek lesznek az emberek. Tehát ha hamarabb megfázunk, hamarabb kapunk gyomorrontást, stb. Ez talán az életmódunkból is következik, de most egy ilyen periódus van. Mint ahogy vannak melegebb, meg hidegebb periódusok is ugye a Föld történetében. Ebben az évben úgy gondolom, hogy érdemes lesz arra figyelnünk, hogy olvasgassuk mondjuk Henry Ford életét, vagy Edisonét. Őnekik az életükben is nagyon fontos szerepet játszott a 9-es szám, ha maradunk ennél a 2016-os 9-esnél, és én azt gondolom, hogy Henry Fordnak a szavait azt minden újévi jóslásnál érdemes lenne szemünk előtt tartani, akár azt hiszed képes vagy rá, akár azt, hogy nem, mindenképpen igazad lesz. Nyilvánvaló, hogyha az ember valamire fókuszálja a tekintetét, akkor azt fogja oda mozdani. Némelyik kollégával játszottam már ilyet, hogy mit gondolsz, hogy hány piros autót látsz egy nap, és akkor mondok 5-10-et akármi, mondtam, minden számít, ami áll is. Vagy bordó, vagy világos piros, és aztán kiderül, hogy nagyságrendekkel nagyobb a szám, hogyha mától holnapig megfigyeli, mert akkor már arra fókuszál a figyelem. Tehát, ha lehet, ha jót akarunk magunkkal tenni ebben az évben, akkor a céljainkra fókuszáljunk, és ne vegyük le arról a szemünket egy pillanatra sem. Tulajdonképpen a nyaralásokra hívnám föl a figyelmet, mert ugye lassan jönnek majd néhány hét múlva a különböző ilyen utazási ajánlatokkal már elő az irodák. A július közepén Magyarországon vízpartra annyira nem mennék, mert jön egy hűvös késebb időszak, tehát azt mondom, hogy ilyen július 10 és 20 között nem a legideálisabb. Lehet, hogy előtte még 40 fok lesz, meg utána is, de ott lesz egy ilyen esős, hűvös, mi a fenér, most kellett nekünk nyaralni, jönni időszak. Bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak engem az is érdekel, hogy ezeket a dolgokat te mikor szoktad megnézni, vagy nem tudom, jó-e a kifejezés, jó, amit használok, hogy elérkezik a december közepe, és akkor így megpróbálsz ráhangolódni, vagy ez hogy szokott nálad működni? Hát ez ennél sokkal egyszerűbb, már jönnek az ügyfelek, mert hogy már tervezik ezt, már tervezik azt, és akkor már a karácsonyi ajándékba is beszövögetnek ezt, és akkor már mutatja, tehát már adja. Tehát nekem csak arra kell figyelni, hogy az ügyfeleimnek mi jön ki. Na jó, természetesen, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk mi várható a politikában, stb., akkor másképp kell megoldani ezt, de egyébként meg nagyon egyszerű, tehát lehet látni, hogy mikor van rossz korszak, mert olyan nincs, hogy minden egyes ügyfélnek pont ott, mit tudom én, mosthoz képest 6-7 és fél hónap között lesznek gazdasági nehézségei. Az azt mutatja, hogy akkoriban általában Magyarországon valami nehezebb lesz. Vagy mit tudom én, az jön ki, hogy szeptemberben nagyon jó időszak lesz, minden pörögni fog, az azt jelenti, hogy akkor az egy szerencsésebb korszak alapjában véve az itt élők számára. Tehát akkor lényegében a kuncsaftjaid, vendégeidnek a nem tudom, eredményeiből tudsz általánosítani, vagy általánosságban is meg tudsz látni egy szférát. Természetesen mind a kettő működik, de mivel az ügyfelek elkényeztetnek és olyakat kérdeznek, amiket ti is szoktatok, így már ezzel olyan túl sokat külön nem kell szöszölnöm, hogy úgy mondjam, tehát már van egy, persze azért az ember utána néz meg egy kicsit más módon is megpróbálja, de ez már egy elég jelentős eredmény. Nem kérlek, hogy jósolj,
majd műsor után nekem lehet. Viszont szeretném megmutatni a nézőknek a kártyát, vagy hogyha te is megteszed, mert nem akarok hozzáérni, nem tudom, hogy mennyire érhetsz, te érhetsz, hogy hozzáérhetek, de szuper. Azt néztem, hogy olyan réginek tűnnek ezek a kártyák, és te azt mondtad, hogy hát ezeket pedig nem is használod régen. Nem, mert ezek tehát forgatódnak sűrűn, és gyakorlatilag ezért van az, hogy látod, hogy kopik, stb. Ez már egy régebbi kártya, de őt annyiszor nem használom, mert kevesebb szer van rá igény, ezt ide így leteszem, hogy tudják a kollégák is látni. Az többet van kézben, többet forog, jobban kopik, de van egy kártyám még, amit nem hoztam be, az egy, most már mondhatom, mert már nem létezik az a cég, egy magyar nyomdának a 20 évvel ezelőtti kiadványa, ami volt akkor könyvvel együtt 150 forint, még a 80-as évek második felében. Pont akartam mondani, hogy nem 5 évvel ezelőtt nem. Volt ez. És még mindig jó, még jobb állapotban van, pedig az is nagyon sűrűn használódott, meg sokkal több éven keresztül, mint ez a tarókkártya. Pedig svájci szépen. Minőség. Na, én köszönöm szépen, Bori, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Remélem, hogy akkor mindenki odafigyel majd leginkább az egészségére. 2016-ban. És ne felejtsük el, a sors nem kényszerít, csak hajlamosá tesz. Jaj, de jó ez a mondat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszéltél nekünk a 9-es évről, ugye a 2016-os évről. Legkésőbb egy év múlva találkozunk itt megint. Önöknek pedig tényleg munkatársaim nevében, Bori nevében is kívánok egészségben gazdag és sikerekben gazdag 2016-os évet. Egy hét múlva találkozunk a viszontlátásra. Thank you.